sem ér. Csak így nem erre a világra kellett volna engem szélből. Mert engem innen értenek meg. Bemész valahol, ahol addig nem volt zene, semmi, előveszed a hangszert, és akkor most történik valami. Hú. Manapság elég kevés olyan hely van, ahol igazán játsszák ezeket a nótákat, régi csárdásokat, mert mindenki alkalmazkodik a mai igényekhez, a mai világhoz. Sajnos a magyar nóta szociális funkcióját már nagyon rég elveszítette. Már nincsen gróf, aki a másik grófnak meg akarja mutatni, hogy az ő prímása sokkal jobban muzsikál. Ezek már rég nincs, a csárdásra már nem táncolnak az emberek. Akkor, mikor az először találkoztunk, meghallottam őt énekelni. Hát mondom, ilyen tudott, hogy meg őt. The Magyar Nóta, I think, I fear that its demise is quite close, really, in its pure form. You know, there are musicians, you know, big musicians from Hungary who have a big name in that style of music, but they're not even touching it anymore. Csá, az olyan, mint hogyha tényleg testvérünk lenne. Maximálisan. Nem is lenne, ő az is. Az. Magyar nóta. Possibility of a lot of expression. És erre vigyázni kell. Ez egy közös kulturális érték. Azt is be akarom bizonyítani egyébként a magyaroknak, akik már olyan régen mondanak, a nótát nem kell, mert nem kell senkinek. De azt kell muzsikálja, ami a tiéd. Hát igaz, a magyar nóta nem az enyém. De sokat tettem érte, hogy minél jobban legyen. És azért kell ezt muzsikálni.